Halló? Halló? Jó reggelt mindenkinek, srácok! Jó reggelt, szevasztok! Erre? Igen. Igen, jó, zsír. Boldog szerdát, ami hétfő. Nem, amúgy nem. Boldog szerdát, így van. Én nagyon durván össze tudok kavarodni ezektől a dolgoktól, de ezt már mondtam nektek egyébként sokszor, hogy teljesen ki tudok esni így a lendületből, meg mindenből az égített a világon, amikor ilyen indokolatlan közbejátszások vannak a héten. Vagy nem tudom, így megnyúlik, vagy megrebedül a hét. Amúgy, igen. Hasonló. Nem tudom, tényleg ilyen időzavarban tudok lenni, de nyilván ez ilyen... Ez a hét amúgy is ilyen, nem tudom, fura lesz, mert két happy hour lesz, szóval... Kettő lesz? De holnap nem lesz. Holnap után megint lesz. Holnap mi van? Holnap nem lesz áram, amivel legyen happy hour. Ó, bizony. Ezt elfelejtettem. Igen. Akkor át igen. kell variálja a menetrendet. Ha, tényleg. Rendszeresített áramszünet lesz. Wow. Már most kaptunk egy hete egy üzenetet, hogy reggel 8-tól délután 2-ig nem lesz áram. Aztán reméljük, hogy csak addig. Wow. Akkor reméljük, hogy a COD streamre összejövünk. Igen, igen, igen. Na, max egy kicsit tovább tarts, akkor. Mindegy. Szóval ez egy nagyon fura hét, úgyhogy igen. Amúgy engem is összezavar. Valahogy hozzátartozik a laphoz. Én hét, nagyon-nagyon régen nem volt olyan menetrendbejegyzés, hogy nem lesz happy hour. És ugye hétfőn azt beszéltük meg Balázsra, hogy akkor nem happy hour, de akkor legyen egész nap idézőjelben stream. És hát kerestem egy ilyen régi nem lesz happy hour bejegyzést a, így a menetrend listán, ami ugye már nem látszik, és azt duplikáltam ugye oda be. Na, és ugye hát pont egy olyat találtam, amelyikben így megjegyzéshez oda volt írva, hogy betegség miatt elmarad. Aztán Balázs szólt is reggel, hogy miért van ott, mondom, töröld már ki, véletlenül ott maradt. Hallod, geci? Én meg reggel belenéztem ugye a streambe, és én látom, csinálod, hogy ki beteg, ki lett nem, beteg. Nem az a durva, még nem az, mert még ha úgy, tehát az csak ilyen lájtos dolog volt, érted? Az csak ilyen lájtos dolog volt, nem ez volt a király, hanem az volt a nagyon király, hogy tudod így, kérdezték az emberek, hogy miért nem volt happy hour, és tudod, hogy betegek a srácok. Tudod, én így ülök, hogy ki? Hirtelen megőrültem, aztán a leesett, hogy valószínűleg azt nézték meg, mert előző nap töltöttem ki a menetrendet, szóval ez az én hibám volt, ezért elnézést kérek. Annyi baj legyen. Nem vettem észre, mert az a baj, hogy ez egy kicsit lentebb van a kezelőfelületünkön, és így nem láttam, hogy az így ott volt, de majd holnapra mindenféleképpen akkor áramszünet miatt elmarad dolgokat fogunk beírni. Remélem mindenkinek jól telt ez a hosszú hétvége. Reméljük. Jó kis hosszú hétvége volt már akinek. Azért valaki még mindig dolgozott, sőt valaki tegnap is nyomatta a melót ezerrel. Például a futárok. Voltak olyan elvetemült éttermek, például még nyitva voltak. Fura volt látni, de nyomadták sokan azért. De gyakorlatilag ilyen halott volt a város, csak annyit láttatok, hogy néhány foodpanda is volt futár így elsuhan. Azok állandóan, az non-stop. Meg a virágárusok, igen. Azok, hát jó volt az alap, hogy ment, igen. Igen, igen rettentően sokan voltak a városban. Nyilván ugye a temető körüli forgalom az van, ami brutálisan megnőtt. Igen, a gyors éttermek nyitva voltak, stb. Tehát azért, na, mindig elég nyüzsi volt a város attól függetlenül így tegnap, ahogy néztem, így átautóztam így délután többször, aztán nem tudom, úgy sokan voltak. Meg hát ugye rettentő sokan most látogattak temetőt, stb. Hát gondolom. Igen. Én nekem olyan egész jól eltelt ez, nagyon gyorsan eltelt ez a kis szünet. Aki ott volt a Halloween-i streamen, aznak nagyon szépen köszi. Ott mesélgettem is, hogy mi volt velem a hétvégén. Ilyen gépépítésekben voltam. Igen, ilyen gépépített. Az nagyon elvitte szinte az egész szombatomat, de jó volt. Most már új a setup otthon, úgyhogy minden fasza. Remélem, hogy fasza is lesz. Persze, hogy az első test stream előtt szart be a keverő, de hát annyi. Engem. Milyen halott volt a város? Azt én mondtam. Ja, aztán igen. Igen. Hát, igen, végül is igen. Persze, volt azért pihenés is, meg elkezdte egy új sorozatot nézni, de arra nem beszélünk most itt. Igen, én meg megnéztem egy filmet, de azt írtam Twitteren. Igen. Ilyen Halloween alkalmával, és az is nagyon jó volt, de arra se beszélünk itt. Na, csak hogy folytassuk az ilyen, múlt héten elég gyakori volt ez a témakör egyébként így
szerte szét a világban, és nagyon sok podcastben fel is jött. Gondoltam, kiegészítem még egyel nektek, srácok, mert ez is egy érdekes egy valami, és szintén egy kicsit ilyen kérdőjeles a fejemben. Tehát tovább folytatódnak ezek az állítsuk meg a mocskos olaj felhasználást és a többi dolgok. Most ott tart a dolog, hogy, nekiestek ugye a Rolex butiknak Knightsbridge-ban, és hát elkezdték tűzoltó készülékekből narancsszínű festékkel lefújni a Rolex butiknak a kirakatát, a ilyen Just Stop Oil palackokból, és akkor hát gyakorlatilag így kifestették a Rolex butikot, és mindeközben, ugye ez 8:30-kor reggel, tehát egy kicsivel nyitás előtt, és azt követelik a kormánytól, hogy vonjanak vissza valami újfajta ilyen gáz- és olajtörvényt. És mi köze ennek a Rolexhez? Semmi. Ja, hogy ezt csak ők kiválasztották, mint luxus márka. Hát én beszarok. Így van. Na, mindegy, csak gondoltam meg... Én nem megoldom ezt. Egyébként nagyon érdekes és fontos információ, ugye a Rolex mechanikus órákat gyárt, és egyébként non-profit cég, akármilyen meglepő. Nem tudom, tudtátok-e, csak érdekesség. Biztos nagyon mérgesek lettek egyébként, hogy ezt tették az emberek. Gondol. Nyilván letartóztatták ezeket az úriembereket. A figyelemfelkeltés az tovább megy. Nyilvánvaló most már ugye, hogy felesleges a kapcsolatot keresni. Hát most már nincs kapcsolat, igen. Egyébként ezek között, mert nincs milyen kapcsolatot keresni, minél, hogy is mondjam, ilyen kirívóbb, figyelemfelkeltőbb dolgot akarnak csinálni, azért, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy, ez az olajgáz dolog rossz. Igen, de amúgy tényleg még eddig volt valami, nem is tudom, kapcsolat. Tehát most érted, elmentek egy autósóra, vagy valami. Uh-huh. Hát, hogy valamilyen kapcsolat legyen a Stop Oil és a helyszín között, amit választanak, de hát ennek a Rolexnek tényleg semmi köze nincs hozzá. Igen, szóval nem tudom, hogy mi lenne akkor például, hogyha szerveznének ezek mondjuk egy ilyen, nem tudom, akár Anglia szerte egy tüntetést, és akkor mondjuk, mit tudom én, így összejönnének vagy ezren, és akkor mondjuk, mit tudom én, mondjuk, nem tudom, London környékén, vagy valamilyen nagyobb város környékén, mondjuk, mit tudom én, elosztod azt az 1000 főt, mondjuk, ami nem olyan sok, mondjuk 500 kétfős csapatra, adsz nekik ilyen narancssárga pololtót, mint ennek a két majomnak, és mondjuk így elmennének 500 benzinkútra. Na, igen, igen. Akkor is bebörtönöznék mindet, megértem, megérdemelten egyébként, és remélem, még oda is rúgnak nekik vagy kettőt egyébként, de ettől függetlenül annak valahogy úgy azt érezném, hogy valami, nem tudom, lenne ott. De ott lenne, annak lenne üzenete. Így vagy van. Lenne valami más üzenete tényleg, vagy valami közel az egészhez. Furcsa ez a dolog nekem, én ezt továbbra is nagyon-nagyon rossznak találom, és nagyon kontraproduktívnak, de ahogy gondolják, nyilván nem lehet mit tenni, csak utána a következményekkel meg kell majd birkózzanak, de ezzel gondolom tisztában vannak egyébként. Hát gondolom, csak olyan fura, mert most nyilván a figyelemfelkeltés a lényeg, és ez tényleg működik, meg azért választok luxus márkát, mert hogy ezt megírják, de azt is megírnák, hogyha egyszerre 10 benzinkutat festenének össze narancssárgával. Igen. Tehát ez ugyanazt érnék el, szóval. Igen. Hát, nem tudom. Igen. Mindegy, ők tudják, biztos, de az tény, hogy ez hihetetlen, hogy ez továbbra is ez így terjed. És... Figyelj, nézd, a tüntetéseknek mindig vannak úgymond idézőjelben elszenvedői, akkor, amikor a forgalmat zárják le, vagy más egyéb szolgáltatás szünetel, stb. Ennek ez az ára, sajnos, amit ugye nyilván nem ők fizetnek meg, csak közvetve, hogy gebaszt okoznak valahol, és ezzel is felhívják a figyelmet. És a többi, nézd, nem tudom, hogy a nap végén, hogyha mondjuk, mit tudom én, hónapokig csinálják majd ezt, és tényleg annyira beleég a köztudatba, hogy bármikor spriccelhet, pillanatragasztózhat, vagy beszarhat valaki az olaj miatt, lehet, hogy tényleg változik a közhangulat, de én akkor se gondolom, hogy ez egy jó dolog, és nem tudom, én csak azt látom, hogy másnak okoznak problémát. Hát ennyi. De ez, mondom, az a saját egyszerűségem, mert így a nagy egész képet amúgy lehet látni. Uh-huh. Igen. Igen. Úgyhogy ez van, nem tudom, fogalmam nincs. Próbálom én is megtalálni a fejemben ennek az értelmi részét, hogy talán ha eleget, nem tudom, de ez nem jó így. Ez nem jó így. Sajnos nem tudják őket előtte nyakon csípni, mert annyira gyorsan
Hát gondolom, hirtelen előveszik, aztán már megy is a festés. Csinálják ezt a dolgot. Hogy ez ökoterrorizmus? Nem tudom, ezt az kifejezést még nem hallottam, de... Ökoterrorizmus. Amit a szempontból, hogy a narancsága festék borzasztó környezetszennyező? Hát nem úgy értve, hanem hogy ökoterrorizmus, tehát hogy ugye a, nem, ennek nem vallási oka van, hanem környezetvédelmi oka van. Ja, értem. Hogy, mert ugye hát igazából a terrorizmusnak is az lenne a lényege, hogy ugye valamilyen borzasztó figyelem fel kell dolgot tenni, csak ott ugye még erősebb az elszenvedői oldal. Igen. Bombát robbantasz. Örüljünk, hogy nem azt csinálják hát igazából. Az a, igen, ez a szerencse. Úgyhogy igen. Na mindegy. Tehát itt nem vallási, hanem más oka van, de gyakorlatilag annak is, az is ugyanolyan értelmetlen egy terrorcselekmény is, uh-huh. mint olyan. Nem tudom. Nem tudom, hogy lehet ökoterrorizmusnak nevezni. Én terrornak azt nevezném, aminek áldozatai vannak, tehát ember áldozatai. Nem bagatelizálnám el a terrorizmust, úgymond, és azt most nem beléd akarok kötni, és imambé szó se róla, csak nekem az egy kicsit komolyabb, mert ugye a terrorizmus azért terrorizmus, mert ugye terrort kelt, félelmet kelt az emberekben, de most mit tudom én, valószínűleg az Omega most nem fog félni attól, hogy őket is összenarancsárgázzák. Tehát annyira nem érzem, tudjátok, ezt a világparát, amit teremtenek ezzel a narancsárga spriccel, de érted, hogy mi miatt mondom, hogy nem ökoterrorizálnám, vagy ekoterrorizálnám. Azt mondja, inkább a linket CK, ekoterrorizm is an act of violence, which is committed to support environmental causes. De, mégis ekoterrorizmusnak nevezik akkor ezt, és kicsit túlzásnak tartom a terrorizmus kifejezést, amiatt, amit mondtam, de ez van. Ezek szerint ez a hivatalos. Ez van. A Rolex torosok biztos örültek, és ez a két majom még csak le sem mosta, bazd meg, mert olyan szerencséjük, hogy letartóztatták őket. Én biztos, hogy lemosatnám velük. Szerintem a seggszőrükkel mosattam volna le, addig, ameddig kristálytiszta nem lesz. Na, mindegy, ez van. Mindegy, furcsa ez. És nézzük, van Twitter oldaluk. Én nem is tudtam, hogy ennek. Hogy ne lenne már? Nézd meg, akarod nézni az itt Twitter oldalukat. Ott külön ott 83 ezeren követik, ez már egy komoly a rohadt életben. Közben Seth Kibohóc azt mondja nekem, hogy nem teljesen igaz, hogy a Rolex non-profit. Aha. Maga az órákat gyártó cég is, a ZRT és az azt többségével tulajdonó alapítvány non-profit. Adózási jogból így megérős. Kb. Minden egy európai cég ugyanígy működik, mint a Bosch is. Igen, tudom, csak úgy, tehát tudom, hogy nem teljesen non-profit. Nyilván valóan haszonnal adják el az órákat, stb. Tisztel vagyok vele, csak így érdekességképpen mondtam, hogy eszembe jutott így ilyen zárójáként, hogy így szokták emlegetni, de igazad van egyébként. Na mindegy, gondoltam, ez is egy érdekes dolog. Én azt javaslom egyébként, hogy ezt a Just Stop Oil Twitter oldalt ne kövessétek, mert komoly lelkisérüléseket tud okozni ennek a tartalomnak a fogyasztása. De ők itt nagyon büszkék, gondolom erre, ezekre a dolgokra. Meg nagyon vérlázító dolgok vannak itt, mert ugye felveszik videóra, hogy elkövetik ezeket a dolgokat, mm-hmm. és sokkal rosszabb látni az embereket, akik csinálják ezt, mint csak nézzük úgy olvasni. Nézzük, például, hogyha lejjebb görgetsz, rögtön ott van egy lány, aki beszél. Ott van pontosan egy lány, én erről a lányról gondolok dolgokat, amiket nem mondhatok el nektek most, de az igazság, hogy feltételezésekbe tudok merülni, mert egy gonosz geci vagyok, de ez van. Az a különbség a toleráns és a nem toleráns emberek között, hogy a nem toleráns emberek elmondják, amit gondolnak, a toleránsok pedig nem, úgyhogy én toleráns vagyok. Én azt nem tudom, hogy ennek az egésznek mi köze a Heinz ketchuphoz. Igen, mert ugye a logójuk, ezt az megmutatnám is az, nektek egyébként. Az is az, és Heinz ketchuppal öntik le magukat. Figyelj, én azt mondom neked, hogy a márkahűség fontos. És ennyi? És, hát most nem azért mondom, de valami olcsó S-büdzsé ketchupot én sem nyomnék magamra. Megérted, ha már oda megy, akkor egy kicsit ugye. De hogy miért ez a logó is, érted? Tehát, hogy én nem értem. Akarunk a Heinz van-e mögött. Egyébként akarunk csinálni ketchup összehasonlítós videót, mert a trash content nélkül nincsen élet, én azt mondanám, és szerintem az hasznos lesz az embereknek. És akkor kiderül, hogy a Heinz az... Hogy a Heinz a legjobb ketchup. A Just Stop Oil-nak a támogatója. Nem a Heinz amúgy. Nem az? Kiderül, hogy a Heinz a legjobb-e. Igen. Na mindegy, ez van, fos. Az biztos. Egyébként, ha már terrorcselekmények, jöjjünk egy kicsit itthonra, mert ezt Jani mutatta egyébként nekem még pénteken? Azt hiszem pénteken. De úgy gondoltam, hogy ez megéri a Happy Hour-t, csak nem tudtam, hogy melyiket. Ezt emlékszel erre a dologra. Igen. Mr. Jani. Na, várj egy kicsit. Hát ez nagyon menő.
nem, én a másik hírre gondoltam, ja, de mutassuk meg. Szóval az a lényeg, hogy ugye Budapesten elvitték felújítani a Lánchíd oroszlánt. Így eddig van. Igaz? Ez így van. Na, és akkor a Lego és egyéb dolgok a közreműködésével egész egyszerűen megépítették Legóból. Legóból, igen. Ez nekem borzasztóan tetszik, megmondom őszintén. Ez egy 1:1 arányú Lego Lánchíd oroszlán, tehát ugyanakkor a méretű, mint az eredeti. Úgy képzétek el, ha jól emlékszem, 2,5 tonna a súlya ennek a sok Legónak. Hány darab is, Pisti? Valami... Nem tudom, sok. Nem tudom. 700 millió ezer. De borzasztó sok ezer. Iszonyatosan durva, és ezt meg lehet nézni, ha minden igaz. Én nem voltam ott, mert nem vagyunk pestiek. 850 ezer darab és 2,8 tonna. Így van. És... Egy-egy, tehát akkora, amekkorának lennie kell elvileg. Igen. Ez egy borzasztó menő projekt. Igen. Na, és akkor az a lényeg, hogy azt akartam elmondani, hogy igaz, hogy nagyon pici helyen van ez a dolog, de hogy valami állatkert, ezt a mondanom sem kell, kibaszott menő Lego oroszlánt, és egyébként az ötlet is egyébként szerintem nagyon klassz, és nagyon jól kitalálták. Marketing level 5000, én azt mondom. Az. Srácok, mert tényleg az ilyeneket imádom, és érted, ez úgy reklám, hogy itt senki se köpköd, hogy miért iszol Pepsit. Nem ez a lényeg. Uh-huh. A lényeg az, hogy valami faszparaszt fel akarta gyújtani. Na most itt látszik, hogy van egy ilyen pici folt a seggén az oroszlánnak. Tehát elkezdte valami gyújtóval? Hát nem tudom, valamivel, tehát nem tudom, nem mondták neki egyébként, hogy ezek a dolgok nem úgy égnek, ahogy ők gondolják, de hát gondolj már bele, hogyha valaki annyira hülye, mint a faszom, hogy megpróbál felgyújtani egy Lego oroszlánt, akkor hogy lehet valaki ekkora seg? Na mindig, szóval szerintem nem tudja, hogy mi van, de látod, ezek azok a dolgok, biztos ez is valami Stapoil tüntető volt szerintem. Hát valami hasonló. Nem tudja, hogy most már ilyen megújuló cuccból van a Lego is. De egyszerűen nem hiszem el, de tényleg. Én ezt nem is olvastam. Szóval ez egy olyan dolog, srácok, ami szintén egy ilyen, tehát ez az értelmetlen károkozás, vandalizmusnak is lehet nevezni. Hát ez az. Van, aki a Stapoilt is ennek nevezi egyébként, puszta vandalizmusnak. De nem tudom, tényleg én értem azt, hogy mondjuk tegyük fel valaki fiatal, és megmarad csinálni, meg tudjátok, vannak ilyen emberek, tehát ez a erőszakoljunk meg lányokat, öljünk meg állatokat, ilyen fiatalok vannak manapság, akik ezt így megmarad-e csinálni, aztán amikor megkérdezik, hogy miért csinálták, akkor azt mondják, hogy az több menő lesz. Uh-huh. Ezeket sem tudom lenyelni. Amúgy ők is a Just Stapoil ellen tüntetnek biztos, mert olaj nem kell a műanyaghoz. Úgyhogy ezért nem tudom, hogy ez mégis hogy lehet... Tehát ez hogy lehet elfogadott ez a dolog? Bolzasztó, nem tudom, de volt róla a hír, vagy legalábbis amikor olvastam, hogy ezt az oroszlánt kihelyezték, az volt, hogy emetek egy ilyen üvegbúrába akarják ezt berakni. Uh-huh. De akkor lehet, hogy ez füstbelen terv. Szó szerint. Szó szerint. Na mindegy, ez egy fasság, tényleg poénból, meg megmered-e csinálni, meg menőségből, guztustalanságokat művelnek a fiatalok egymással. Uh-huh. Tényleg botrányt keltő börtönigényre okot adó dolgokat művelnek, úgyhogy ez ahhoz képest egy lájtos valami, de tudom, hogy ez így működik. Tehát ez körülbelül annak felel meg, a gyújtsuk meg a Lego oroszlán, mint mikor annak idején berúgták a telefonfülkeablakot. Körülbelül ez a szinten. Tehát tudjátok, minden reggel volt a telefonfülke, aminek posztarjában volt törve az üvege, igen. Mert berúgták az Aci Beti Bakival. Mert ideges volt. Mi? Ideges volt valaki. Én mindig azt hittem, hogy azért rúgták be, mert hogy valami rossz hírt kaptak, és így szétrúgták. Az is lehet amúgy, nem amúgy. Tudom. Ez az oktalan rongálás. Felgyújtják a kukát. Na, én sem tudom. Na, az annak mi értelme van a kukát felgyújtani? Az olyan menő néz ki, hogy jelol van. Igen, van, amikor igen. Tehát, de amikor jelol van, ez elég menő néz ki. Vannak piromán emberek. Nem tudom. Reméljetsetek, elítélem az ilyesmit. Vannak. Szóval, ja, de ez az értelmetlen vandalizmus. Ennek sem tudom, hogy mi értelme van. Nem tudom. Ennek tényleg, hát most baszki, pedig amúgy milyen jól néz ki. Jó, hát áll az ének, ettől függetlenül is jól néz ki, még mindig. Figyelj, az emberek műemlékeket rongálnak meg, szemetelnek össze-vissza mindenhová. Aki ezt csinálta, Pisti életében nem rakott össze nagy legót. Hát az biztos. Ezt most mondom. Tehát, hogy ennyire lélektelen ember nem lehet, még életében nem rakott össze nagy legót, az biztos. Ez a baj. Mhm. Uh-huh. Ez a baj, basszus. Busz megálló üveget is beter. Igen, szóval ennek a vandalizmusnak sose volt semmi értelme. Amúgy nem. A faszki van vele, hogy őszinte legyek, de
Nem tudom. Nem tudom, hogy ez feszültséget tükröz-e. Én is gondolkodom ezen, Bobby, sokszor, hogy ez egy ilyen belső feszültsége, de ha visszagondolok mondjuk így a gimis koromra, hogy akkor, mit tudom én, az ilyen mindenféle helyen milyen arcok lógtak, így a velünk egykorúak közül, meg idősebbek közül, meg minden, és nem tudom, ott az esti piázások, stb., a dörjöngés a városban, amiket az ember lát, nem tudom. Én annyira nem éreztem a belső feszültséget. Persze lehet, hogy bennük volt, de hogy így, mondom, én is ezzel próbáltam megindokolni, de kicsit olyan volt nekem, mint azt így nézni, hogy miket csinálnak emberek, hogy tudod, ez a teljesen oktalan dolog. Aztán ott röhögnek, hogy ki a menőbb, mert az volt a menőbb, aki berúgta az izét, az üveget. Mm. Ez egy olyan dolog, ami sosem múlik el. Tehát mit tudom én, ez az általános iskolába nem tudom, ki mer beszólni, vagy ki mer verekedni. Az óvodába ki mer a legmagasabbról leugrani. Mindegyik értelmetlen. Mint olyan. És ugye, ahogy megyünk előre az életben, egyre nagyobb fasságokat csinálunk, tehát most nézzétek meg, mit tudom én, itt vannak a felnőtt emberek, repülőből ugrálnak ki. De inkább ugorjon ki repülőből egy ilyen... Jó, persze, igen. Csak hogy tudod, mindig próbáljuk így feszegetni a határokat, meg jobbak lenni, meg hülyebbek lenni a másoknál. A balesetek nagy része ebből van. Ki mer gyorsabban menni az autóval, ki mer magasabbról fejest ugrani a medencébe, igen. Ki mer többet inni, stb. Furcsa. De amúgy ez a vandalizmus, aki én sem láttam, soha nem láttam értelmét. Tényleg, hála az ének, én nem mozogtam ilyen körökben, ahol ilyenek lettek volna. Prometheus, én nem azt mondom, persze vannak ilyen okok is, nagyon sajnálom egyébként, és nyilván értem én, hogy mi okozza ezt a dolgot az emberekbe. Tényleg sokszor ez a faszaságérzés, belső feszültség, frusztráció, jobban érzed majd magad, nem tudom, dolog, de valójában értelmetlen. Az a baj, van, akinél ez így nem jön el, és akkor legóroszlánokat gyújtogat. Vagy próbál. Az a baj, suliban is hiányzott. Hát eléggé hiányzott, azért hogy... Igen, tehát nézd meg, van egy ilyen ív alatta. Uh-huh. Mondjuk oda raktál volna egy tüzet. Igen. Azt akkor azt mondom, hogy jó, akkor volt valamennyi bolhafinnyi eszed. De ez, hogy elkezded így olvasztani a legót, semmi értelme nincs. Hogy lehet ilyen hülye valaki? Na, és akkor most össze van baszva az oroszlán. Elkapták már, vajon? Nem tudom, be van kamerázva ott minden szerintem. Eléggé. De hogy így nem tudom, tehát hogy így most ebből nem tudom, hogy lett-e valami, de remélem most már, tehát hogyha nem kapták el egyébként, lehet prefektor, igen, ha nem kapták el, remélem örülsz, bazd meg. Tényleg, na nézd meg, most ott van ez a fekete szar az oroszlánon, most már remélem reggel kivered rá. Igen. Vagy megtetted. Még amúgy lehet, hogy ezt ki tudják cserélni, most azon gondolkozom. Biztos ki tudják cserélni, csak ja. Szerintem erőteljesen meg kell bontani. Meg, sajnos meg. November van, most nem tudja. Jaj, tényleg. Nónát november van. Nónát november, igen. Hát már aki azt tartja. Igen. Próbálkozok... Valaki nós évet tart, valaki nónát... Na igen, szóval... Jaj, Istenem. Jó ötlet lenne helyet nyitni, ahol használt cuccokat lehet rongálni stresszlevezetés céljából. Van ilyen. Van ilyen. Van ilyen, Mr. Penge Boris, nem is egy, van itt Debrecenben is, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, be lehet fizetni, és akkor azon a helyen mindenféle ilyen használt elektronikai cikk, autó és egyéb dolog van, és baseballzütővel, meg... Szét lehet ütni. Meg fejszével, meg minden szarra, és szét lehet baszni mindent. Meg autót, ilyen autót. Régi, nem működő autót, ja, azt is szét lehet verni. Igen. Vannak, vihetsz magaddal dolgokat, azt hiszem, csak ott annak vannak szabályai, és akkor így meg tudod ezeket a dolgokat tenni. Tudom, hogy drága, de az a lényeg, hogy hát eljöttitek, hogy az emberekben van belső feszkó, meg vágy a rongálásra, mint az állat, hogyha vannak olyan helyek, amik ebből profitálnak. Nézzetek, stresszlevezetése tökéletes. De mekkora zsír? Az ember körbe mászkál ilyen izénél, ilyen szemét lerakó napokon, és akkor összeszedi az ilyen használt szarokat, azt akkor más hülye gyerek megfizet 15 000-et, és szétverje. Már ami marad.
Azok ja, igen, már ami marad, igen. Igen, itt fém dolgok nincsenek. Erősen ki van válogatva. Én mivel vezetem le a feszültséget? Ez egy jó kérdés. Az a baj, bennem sok van, nagyon. Főleg mióta kijött a kod. De már nem tudom, nekem annyira nagyon nincs olyan, amivel én így le tudom vezetni a feszültséget. Inkább ilyen szőnyeg alá söprés megy nálam sajnos. Igen? Nem tűnik el? Nálad egy idő után? Ez senkinél nem tűnik el, Jani, csak mindenkinél max, tehát van, akinél nagyon későn jön elő. Már elfelejted, hogy volt valami. A frusztráció az gyűlik, hidd el. Uh-huh. Az gyűlik az emberben. Örülök, hogyha, tehát, hogy mint, van, aki nem annyira stresszes nyilván uh-huh. eleve, de aki stresszes, abba gyűlik. Uh-huh. Igen. Én iszom. Az is segít, amúgy. Nem tud gyakran, és nem tud sokat, de én iszom. Az úgy reszetel valamennyit, uh-huh. de ez van. Lenyugtatja az idegrendszered. Egy bizonyos szinten. Hát igen, amúgy nem voltam még ilyen szétverő helyen, de amúgy biztos menő lehet. Csak be kell előtte jól melegíteni, az a baj... Az biztos, de úgy meghúzod magad, te kurva élet, szerintem tuti. Az ivás nem segít. Ó, tudom, nem is úgy értettem, hogy az ivás megoldás, most nyilván az ember leül haverokkal beszélget egy kicsit, mondom, ez nem igazán ivásnak nevezném ezt, amit én művelek, az így le tud szedni. Spinninggel nem kéne, nem tudom. Nagyon, nagyon megterhelőnek tűnik. Az amúgy. A spinning. Drogokkal nem foglalkozom, srácok. Továbbra sem. A kibeszélés segít. Igen, tudom, az jó dolog egyébként. Meg néha más szarát hallgatni is jó dolog. Mit tudom én, kinek milyen dolgok segítenek. Nem tudom, hogy ilyen szétverős szoba segítene valakit. Az a baj, hogy ez a szétverős dolog, ahogy idősödöm, ez így jön elő, ez az üssünk bele dolgokban nagyon erősen. Mostanában többször előfordult. Az a baj ezzel a szétverő szobával, hogy nekem úgy nem működik, hogy oda megyek. Ezt tudod, hogy az jön? Ja, tehát nekem kéne valami. Mit tudom, hogy ilyen farzsebben rakható, gyorsan széttaposható valami, tudjátok? Amit így elő tudok venni, amikor helyzet van. Nagyon egyszerű, Pisti, a zsebedbe pont belefér egy A4-es lap, összehajtod, és akkor ideges vagy, szét tudod tépni. Gondolj bele. Na, ideges vagy. De innen is látszik, Jani, hogy neked mennyivel alacsonyabban van ez a fajta igényed. Az nem oldja meg. Nem? A dolgokat. Nem. Stressz labda. Van olyan, ami is. Vagy 9. Igen. De hát itt nincs bent. Itt miért lenne bent? Azért. Akkor itt a chat. Itt a chat. Van stresszlabda, meg az a gumikarika, amit nyomkodni kell, meg minden szar. Van az a kis kocka, amin van mindenféle gomb. Mondjuk az nem arra való. Nem, az a fidget. De az kurva menő lehet, és olyanunk nincs. Hát annyira bírom, bazd meg, tehát az emberek annyira menő. Betegek, baszki, hogy vannak, tudjátok, ezek a fidget spinnerek, vagy voltak, tudjátok. Na mindegy, az a lényeg, hogy a fidget spinnerrel ugye nem az, hogy rájöttek az emberek, hanem egyszerűen nyilvánossá vált, hogy az emberek szeretnek basztatni dolgokat, csak ugye mi a tollat rágtuk, meg azt pöcköltük, meg ilyen basztatások voltak, meg kitalálták a fingerboardozást, stb. De vannak ezek a basztatók. Hát bazd meg, tehát vannak ilyen dolgok, hogy mit tudom, ekkora fém darab, uh-huh. akkora, mint egy bankkártya, be tudod tenni a pénztárcádba, és akkor van rajta klikkenő, meg csattanó, meg húzogató, meg pöckölő. Igen. $300. Rohadt drágák, igen. Igen. És ennyit tud csinálni. Rohadt drágák, jajajaj. Basztató. Van az a, akkor lehet ez a fidget cube, én is arra gondoltam, ilyen nagyon sok oldala van, és minden oldalán más van. Nagyon menő. Nagyon és ez ilyen basztató. Hát na. Régen én is a Zippóval játszottam Simon B, csak talán rájöttem, hogy az a néhány Zippóm, ami van, azt túlságosan szeretem azt, hogy összebasszam, mert vagy kettőt így elfagyasztottam már. Jött tönkre ment a... Minden tönkre. De igen, mert fel lehet újítani, azt csak nem volt türelmem hozzá. Ja. Szóval, de iszonyat pénzeket kérnek érte. Stb. Na, másik dolog, amiről akartam így hirtelen beszélni, az ugye az volt, számomra egyszerűen szürreális, hogy az összes magyar oldal
Telex, Index, mindenki egész hosszú hétvégén Elon Muskról és a Twitterről írt úgy, hogy a kommentelők nagy része nem tudja, mi az a Twitter, és nincs is fiókja. Furcsa volt, hogy csak amiatt, hogy Musk benne van, ennyire elkezdték hírezni a Twittert, szerintem egyre több regisztrált felhasználója lesz itt Magyarországon, mert ugye az emberek ugye... Ez valami hype. Én nem tudom, csak én nem értem, hogy nem szólt senki ezeknek az oldalaknak, hogy tehát itthon a legkevésbé népszerűbb social platformról van szó. Tehát, hogy hol van az engagement, de gondolom Elon Muskban van. Elon Musk. Ennyi. Nem tudom, ez van. Ugye beszéltünk már arról, hogy nagyon, tényleg nagyon erőltették, nekem is olyan fura volt, nem szoktak ennyit írni a Twitterről, mert ugye nem érdekli az embereket. Mindegy. Beszéltünk arról, ugye, hogy befejeződött a tranzakció, beszéltünk arról, hogy kibaszták a fejeseket, ugye a CEO-kat onnan a vicsába, ahogy ugye ezt várták, és ugye most még több elbocsátás lesz, most stb., és megkezdődik a Twitter teljes reformja. Na most a teljes reformban ugye benne van az is, hogy ugye az az első ígéret, hogy a verification badge, tehát a pipa, ugye, ez így, hogy is fogalmaztak, hogy ez egy ilyen erővel való visszaélésnek minősítették, hogy ugye van, akinek jár, van, akinek nem jár, igen. És ugye ez egy ilyen hatalmi dolog lett a Twitteren, és ugye ezt akarják megszüntetni azzal, hogy fizetőssé teszik, és ugye a Twitter Blue, ami még itt Magyarországon nincsen, szolgáltatáson belül behúzzák, és ugye fizetős lesz a verification badge is, ugye, és ez emiatt írták. Ugye eredetileg azt mondták, hogy $20 lesz a Twitter Blue előfizetés, ami egyébként több előnyével együtt is tartalmazni fogja a verification-t, ugye ezt hagyták másfél nap futni, aztán ugye Musk saját Twitterén írta, hogy jól van, akkor legyen 8. És akkor most már $8, nem értem, na mindegy. Ugye most már $8, ugye nem tudom, hogy mit fognak kezdeni ezek a nagy oldalak a cikkekkel, ami szerint $20 a Twitter Blue, ami itthon nincs, és itthon alig használja valaki a Twittert. Nem tudom, nem tudom valami van ott ezeknél az újságíróknál. Na mindegy. Úgyhogy most már $8. Azt mondta, hogy azok, akik panaszkodnak arra, hogy szar lesz a Twitter, azt mondta Musk, a panaszkodás is $8 lesz. Ezt mondta. Na mindegy. Úgyhogy ez van. Úgyhogy valószínűleg ezt be fogják most vezetni. Ugye azt mondta, hogy jövő hét, nem, e hét végére készen kell legyen a terv, az új modell, és a beta verzió bevethető kell legyen, különben mindenkit kirúg. Tehát ugye ezt mondta, hát hogy ez... minden embert elbocsájt, aki ezen a Twitter Blue projekten dolgozik, ha ez nem lesz kész, addigra, amikorra mondja. Ez volt ugye a hír, ez még a $20 hír volt. Most már $8. Tehát az a lényeg a Twitteren, ugyanúgy ingyen lehet majd használni, a Twittert semmilyen nincsen, de hogyha akarsz élni a Twitter Blue előnyeivel, editálni akarsz tweeteket, illetve akarsz verification pipát, akkor $8 havonta. Többi oka is van, az egyik az, hogy ugye nem akarnak annyi reklámot a platformra, és akkor elvileg ezzel hoznák be a reklámhiányt, vagy a reklámbevételbe való kiesést, mert ugye amiatt, hogy Elon Musk vette át a Twitter, hogy kivonult a reklámozóknak egy iszonyatosan nagy százaléka a Twitterről, és mondták, hogy így még most várnak, hogy mi lesz, mert hogy most így Még nem tudják, hogy milyen lesz a platform. Hát jó, hát meg is értem őket. Igen, amúgy. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy ami szintén érdekes dolog, hogy ugye, ebből akarja fenntartani egy részben magát a Twitter, más részben pedig ugye a botokat akarják ezzel szűrni, hogy ugye így az emberek, akik ezt használják, azok valószínűleg nem botok, mert ugye nem fizetnek érte. Igen. És a többi meg valószínűleg lesz egy ilyen bot purge a platformon, mint olyan. Na mindegy. Úgyhogy ez egy ilyen megoldás lesz. Sok kérdést felvet a dolog egyébként, különösen azt, hogy most akkor a verification process nem lesz, és elég csak fizetni, vagy lesz-e? Hát valami alapvető biztos, hogy lesz. Igen, mert ugye nagyon sokan azon aggódnak, hogy most aki $8 fizet, az tud majd imposztörködni. Igen. Mert ugye valaki mondhatjátok azt, hogy jó, bazd meg, te most érted? Hát most attól, hogy kifizeti valaki a pipát, attól nem lesz 2 millió követője. Úgyhogy tudni fogják az emberek, hogy melyik az igazi. Szerintem valami azonosítanod kell magad. Hány ilyen 3-400 ezer követős game leaker oldal van, bazd meg, aminél az egyik betűt nyomtatottra változtatta valaki, 4 darab követője volt, és az a gaming sajtó globálisan megírta, hogy mi lesz a GTA 6-ba, igen, vagy mi az Isten. Igen. Aztán 40 perccel később rájöttek, hogy az egyik nincs meg, ja, meg az account-nak 4 követője van. Ez nem az. Hoppá. Tehát ugyanúgy átkúrják, mert az emberek nem néznek meg semmit. Igen, igen, úgy, igen. Mindegy, tehát ez a lényeg, hogy ezt a kérdést veti fel. Én szerintem lesz, szegény Nibel volt, aki egyébként, zárójel Nibel az egyik legnagyobb ilyen gaming hírező, sőt,
számomra az autentikus gaming hírező volt. Ő például egyébként tegnap előtt bejelentette, hogy ott hagyja a Twitter platformot emiatt, a dolog miatt többek között, és ugye nem lesz több Nibel. Meg egyébként nagyon sokan ilyen régi nagy accountok közül most ott hagyják a Twittert. Nem tudom, hogy milyen alternatív platformon fognak megjelenni, de ugye nagyon sokan nem egyetértésüket fejezik ki a változtatások és egyéb dolgok iránt, és emiatt én nekem ez az egyetlen egy dolog, ami engem zavar, hogy ugye egy csomó account, akit én követem és szeretem, egy csomó, mondjuk ugye 12, azt mondom, az megszűnik. Annyit mondtak azok az oldalak, amiket én nagyon-nagyon jó hírforrásként használtam, hogy megtartják az oldalakat, hogy ne tudja más elvenni a nevet, de hogy nem lesz több content itt. Már? Na mindegy. Én azt gondolom, hogy annyira nem veszélyes ez a Twitter Blue rendszer. Én csak akkor leszek mérges, ha itthon nem lesz. Jó lenne, igen. Én úgy gondolom, hogy továbbra is a Twitter egy nagyon jó platform marad arra, amire egyébként a legtöbben ti is használjátok, hogy kövessetek embereket. Tehát ezt beszéltük már, hogy az ember nem social platformnak használja, mint social media platformnak, hogy saját social platformja a Twitter, hanem mindenki követ embereket, illetve vannak emberek, akik így brandelt contentet használják, úgyhogy erre működni fog ezután is. Hát meglátjuk. Meglátjuk. Azt láttam, hogy ugye elég sokkal ugye ilyen, tehát próbálkoztak, hogy vajon kibannolják-e majd a tartalmat, amit most ki megpróbálnak kitenni, tehát sok N-betűs tartalom került fel a hétvégén, meg egyéb dolog, hogy vajon bannolják-e őket, vagy sem. Jelárasztották ezzel a Twittert, meg még több pornóval. Hát nem bannolták őket, úgyhogy király. Meg elvileg a bannoltak is vissza lesznek állítva. Igen, ezt mondta. Ja, igen, a verification processzel kapcsolatban, amin ugye kiakadtak azok az emberek, akik ugye a privilégiumban részesültek, tehát úgy lesz, hogy ha bevezetik a rendszert, akkor jön a $8 verification badge, és aki 90 napon belül nem regisztrált Twitter Blue-ra a verifiedok közül, az elveszíti a bibát. Azt a rohadt. Azt hittem, hogy ők kapnak valami kedvezményt. Nem. Aha. És akkor úristen, mi lesz így Nessájjal? Nem tud előfizetni a Twitter Blue-ra. Miért? Hát mert nem tud, mert nincs. Jó, mert hogy nincs. Nem tudom, hogy ez hogy lesz. Lehet, hogy akkor bevezetik a globált addigra. Ja, mondjuk nem lehet. Nem tudom, fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Na mindegy, ez van. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Fogalmam sincs. Érdekes amúgy. Az biztos, hogy ez egy nagy reset lesz a Twitteren, és mondom még egyszer, amiatt, hogy ennyire drasztikus, emiatt azért meg lehet érteni, hogy most van, aki nem tetszik. Ez a dolog. Jó lesz ez a legit contentnél, lehet jó lesz a Facebooknak, bár nem hiszem, hogy arra mennek. Á, kizárt. Az a baj, nem tudom, milyen alternatívát találsz a Twitterre, ami mellé nincsen téve egy jelző, tudod, már most, ami negatív. Mert az a baj, a Getter mellett is ott van, a mit töltöttem le múltkor? Piler? Parler. Parler. Valami P. Igen. Valami piros P. Mi ez? Már egyébe töltsz. Ott a izé van, nem az Andrew Tate, vagy nincs ott? Nem tudom. Már nem tudom. Parler. Meg ott van a Truth, de azt senki nem fogja használni. Ott a Truth, igen, de mindegyik mellett van egy negatív jelző, mert ugye ezek a platformok, ezek a, mint ugye megtanultam, képzeljétek el, létezik ez a kifejezés, hogy alt-tech. Tehát például a Parler az egy alt-tech oldal. Néztem is, hogy mi a faszom az alt-tech. Tehát, hogy az alt-tech az, hogy mondjuk, mit tudom én, számítógép, csak rózsaszín. Tehát én nem tudtam elképzelni, mi az alt-tech. Na, az alt-tech az, hogy egy létező tech alternatíváját produkálja. Tehát a Parler az egy alt-tech oldal, egy Twitter alternatív. Értem. De ez a lényeg, és az a lényege az alt-tech oldalaknak, hogy azért van negatív jelző társítva mind a Getter, mind a Parler mellé, mert ugye az összes bannolt felhasználó oda megy. És emiatt ugye eléggé szélsőségesek a tartalmak ott. Legyen az Mastodon, teljesen mindegy, hogy melyik, mindegyik egy ilyen escape platform gyakorlatilag, ahol általában elég radikális emberek vannak, és ezért nem tudom, hogy mondjuk azok a legit emberek, akik tényleg nagyon fasz a kontentet csináltak Twitterre, azok hova mennek, mert nem hiszem, hogy oda. Vagy én nem mennék oda. Jó kérdés egyébként. Mert a faszom tudja, milyen jó lenne, nem? Nyomatnám ilyen szélső jobbalos dolgokat. Egy ilyen külön platform? Minden tweetem végén odaírnám, hogy újtsuk fel ezt vagy azt.
És így mondanak az emberek, hogy yeah. Fessük narancssárgára. Igen, az fújjuk le a Rolex boltot, vagy mit tudom, hogy valami. Igen. Ne, inkább ne. Nem tudom, hogy hova, mert az a baj azért, a Twitter nagyon népszerű. De azért az. Tehát azért globális szinten az. Tehát az a durva, hogy globális szinten sem olyan népszerű, mint a többi platform. Jó, de... tehát pont az a lényeg, hogy, De mint hírforrás az. Igen. Tehát, hogy, ez a verified content, az authentic content nagyon erős rajta. Nem a csöcsök, nem a pornó, nem a rasszista content, nem a kiírja valaki minden nap, hogy milyen szar napja van. Tehát nem ez a content, hanem az a népszerű, hogy a politikai, a gazdasági, nagyon gazdasági, és ugye a celeb social. Igen. Témakörben ez a number one kommunikáció a közönséggel, a vásárlókkal, a nézőkkel, a fogyasztókkal, az állampolgárokkal. Érdek? Tehát ez a legit platform, a fórum, az agóra, beszéd, tér, stb. Ezért is kellett másznak egyébként többek között. Ja. És emiatt veszélyes, hogy ugye nem is az, hogy mennyire népszerű, hanem hogy mire használták az emberek. Abban a szempontból nagyon-nagyon fontos. És nem tudom, hogy így... Az alternatíva, Pisti, a Reddit lesz. Én azt mondom neked. Oda is ki lehet ugyanígy írni infókat. Kell egy Reddit verified. Azt rögtön megy is. Az én szememben nem is az, hogy ez de amúgy végig is ugyanaz. A Reddit egy teljesen más dolgot képvisel, mint a Twitter. Amúgy nagyon sokban hasonlítanak nekem a kettő, a Reddit és a Twitter. Ott is olyan kontentekkel találkozol, amivel te találkozol a Twitteren? Igen, amúgy. De komolyan. Én nem. Tehát ugyanolyan toxik mindkettő, ott is panaszkodnak az emberek. Na, úgy tényleg. Nem tudom, nekem threadek vannak. Nem tudom, én a Twitteremmel valamit nagyon jól csinálok. Mert ugye írták, hogy ugye mennyire sok ilyen negatív content lett most a Musk miatt, meg ilyen, és semmi sem látok be. Semmit. Tehát annyira egy ilyen, tényleg ilyen szűr. Én emiatt szeretem, mondom. Uh-huh. De mondom, ennek több oka is van. Tudom, hogy van, aki nagyon-nagyon régóta redditezik. Egyébként nagyon érdekes, mert aki régóta redditezik, az olyan máshogy néz arra, aki nem olyan régóta. Persze. Tudod, ez ilyen... Before it was cool. Ő már ott volt 2010-ben. Nem is tudom, mi az Reddit. Igen, igen. Amúgy nekem is van ilyen is, aki már nagyon régóta nyomja a Reddit-et. És akkor neki van egy ilyen elitista. De akkor még nem is nagyon voltak magyar threadek, tudod? Ő annyira régen. Hát én is. Before it was magyar. Én is nem is tudom, mikor a regisztrációm. Amúgy nekem is régi a fiú. Azt tudom, hogy a megszokott felhasználó nevemet nem kellett változtassak, mert nem volt még olyan, igen, ami ritka. Igen. Én is baromi régen regisztráltam amúgy a Redditre. Én beregisztráltam nagyon régen, és nem használtam. Aztán mostanában kezdtem el amúgy. Én azt mondom, hogy 99%-ban az én Reddit felhasználásom az ilyen tech probléma. De amúgy ott is meg tudod semmit Twitteren, azt tudod? Misre? Tehát ott is nagyon faszán tudod szűrni a Reddit-re, hogy csak azokat látsz, amit téged érdekel. Meg saját editje. Nem gondoltam rá, hogy nekünk legyen, nem lesz. Igen. Nem lesz, mert ez a közösség, az nagyon durva. Hát azt nem tudjuk, hogy a mi Reddit közösség milyen lenne. Nem. A Reddit közösség azt közösség mondaná, hogy kész véget, tehát tönkre tesszük a platformot. Lehet. Valamint a magyar részét. Az lehet. Na mindegy, nem ez a lényeg. Én mondom, én ilyen tech cuccokra használtam a Redditet. Én is amúgy. Hogy emberek leírják, hogy van gondjuk, és akkor megpróbálják. Arra is jó. Valamikor. Jó, hát vannak, jó, ez érted, ez olyan, mint bármilyen más fórum. Igen. Tehát ez de mondom, teljesen megértem azt, aki nagyon szereti a Twittert, vagy a Reddit-et, bocsánat, és használják. More power. De nem tudom, hogy oda menekülnek-e. Azt tudom, hogy ilyen hírforrások, akiket én nagyon szeretem, és most emiatt ott hagyják a Twittert, amiatt a mazdalok miatt, azt tudom, hogy kettő van, aki Patreonra megy. Uh-huh. Ami érdekes, de Patreonra megy. Patreonra. Uh-huh. Ja, még ott is van free account, van egy free cucc, de ott is tudod látni. Hát úgy, hogy kint hagytak egy ilyen pinned tweetet, hogy ott lehet őket megtalálni, és akkor van free content, meg fizetős igen, content igen. Érdekes gondolat. Csak hát az volt a jó a Twitterben, hogy ugye ezt nagyon faszán lehetett embedelni oldalakon. Meg az, hogy és arra használták a híroldalak, és a magyar híroldalak is embedelték faszán a Twittert. Szóval... Persze, meg hát a külföldön meg a legtöbb hírnek tweet amúgy az igen. alapja. Mert
értek, mert ennyire legit az a platform. Milyen legit? Hiteles. Hiteles, igen. Nem az egész platform, csak elfogadod, hogy hogy a hiteles információk is ott vannak a sok kamu mellett. És az a lényeg, hogy hírforrásként lehet használni. Tehát mondom, a politikai vezetők a választóik alatt kommunikálnak, nagy gazdasági cégek a vásárlóik alatt kommunikálnak, igen. És az ott a lényege, hogy felhasználták hírforrásként, mert lehetett. És ugye nem azért, mert lusta vagy, vagy nem azért, mert elmondtuk a Twitterből is cikket, kacsak. Nem, bazd meg, csak Dwayne The Rock Johnson máshova nem írta ki, bazd meg, hogy megműtett a tökét. Most csak mondtam egy példát. Érted? Tehát, hogy ott írják ki, és máshol nem. Ennyi. Uh-huh. Tehát, hogy nincsen más forrása az infónak. Igen, igen, igen. Hát na. Nem tehát az, hogyha közvetlenül akarod követni Stephen Kinget, akkor ott tudod. Igen. Micsoda kardozásban ment bele Muskkal. Az a kurva anyázás. Igen. Iszonyat volt. King az teljesen. Jó, King az olyan szinte politizált szörnyű egyébként, de bazzag írta, kurva anyádat, neked kéne fizetni, hogy itt vagyok. Tudod, akkor olyan, ilyenek. Végül is mond valamit egyébként. De ez is elvileg tervben van a Twitteren, hogy a content creator-eket lehet fizetni. Nagyon igen. Durván, tehát leírta, hogy az apát, faszát, minden. Aztán ugye Musk egyben rárepült. Mi a gond, Steven? Mindegy, olyan vicces volt. Ezek ilyen dolgok. De hogyha, mit tudom én, ilyen szintű embereket akartok követni, akkor ott lehet. Azért Stephen King, igen. Hát a Twitterét ne nézd meg akkor. Én azt mondom, hogy akkor ne gyertek Twitterre. Ez örök csalódás. Hát Stephen King, hogyha horror könyvet kell írni. Igen. És tök jó lenne, ha csak azt csinálná. Sajnos nem csak azt csinálja. Ugyanakkor zárójeltet Mark Hamill se kövessétek Twitterre, szerintem. Ugyanaz. Mi ketten gyakorlatilag ilyen nagyon nagy haverok. Hát az iszonyat. Bro, amíg Trump volt kormányon, amit ott le ketten leműveltek, az eszméletlen volt. Igen, ja, és az a komoly jelölők tudtak. Tehát két hetente mindkettő kiírta, hogy bocsi mindenkitől, aki nem szereti ezt a kodet, meg gondolom folyton írták nekik, hogy... Hát, hogy ne. Kegyetlen, amit kapott ott Trump tőlük, Jézusom. Nagyon durva volt. Hát nem volt olyan nap gyakorlatilag, szerintem egyik accounton sem, hogy ne anyázták. Igen, Itzmi Donát be is írta. Igen, igen. Ezt írta ki, azt hiszem, igen. Stephen King, vicces volt. Igen. De igen. Amúgy nem húzva a lár. Valószínűleg emiatt lett 8. Igen. Lehet, hogy lejjebb is lehet még szurkolni, nem tudom. Stephen Kingnek kell csak írni, hogy legyen már 4. Stephen, légy szív. Mondjuk neki van ezzel, elég sok követője van. Nem tudom, mennyi követője van Stephen Kingnek. Mondjuk ilyen szemben, ha belegondolsz, hogy tényleg fura ez. Tehát, hogy az ilyen nagy karakterek, mint Stephen King, hogy most érted, ő is fizessen? Hát én mondom, hogy nem adott hülyeséget. Ne egyáltalán nem amúgy. 6,9 millió követője van. Hát azért az annyira nem rossz. Hát nagyon nem. Azért mondom, hogy fura. Nem? Hát komoly. Ja. Én azt mondom. Ja. Elég komoly. Igen. Na mindegy. De biztos lesznek ilyen kiemelt content creator-ök. Én nem tudom elképzelni, hogy nem. Mégsem egy Rock. Igen, ő nagyon durva. Nem tudom, melyik a legnagyobb Twitter account jelenleg. Rock is. De Dwayne-nek nagyon sok követője van. Nem is tudod, hogy van Twitter-e. Hogy ne lenne már? Hát itt az a main sheet. 16,7 millió követője van. Azt a rohadt. Igen. Hát... Tehát ilyen szinteken kötelező. Uh-huh, uh-huh. Itt követik az emberek. De igen, ez mondjuk kemény. De amúgy Facebookon szerintem többen követik. Ő az egyik egyetlen, ezt jól mondtam. Szóval az egyik, akinek van Facebook oldala. Van Facebook oldala. Honnan ki? Hát ez... Mert az be ezek szponzorba jött az energiaitala. 60 millió követője van Facebookon. Azt mondom. Ott ő nagyon durván nyomatja. Igen, azt tudom, hogy Cristiano Ronaldo, Obama a legnagyobb. Nem tudom, Ronaldo a legnagyobb Insta account Ronaldo, nem? Mondjuk a Rocknak az Instája is követettem, mint a Twitter-e szerintem. Gondolom. Obama? Lehet, hogy Obama a legkövetettebb. Itt van Barack Obama. 133 millió. Igen, mert Musk 110 valennyi. Igen. Lehet, hogy jobban már legnagyobb a Twitter, ez ő. Cristiano Ronaldo a legnagyobb instája. Aha. Hát na. Ott van egy lista, nézd csak, Pisti. Hol? CK belinkelte nekünk. A Twitter account, igen. Obama, Justin Bieber,
neki majdnem annyi van, nem, Elon Musknak meg Justin Biebernek hasonlóan van, igen. Katy Perry 108 millió, Cristiano Ronaldo 104 millió követő, és India miniszterelnöke. What the fuck? Olyan finás. Politika így bejön. 83 millió követő. A kurva életben. Ja, mondjuk Indiában sokan vannak, hát ez sokan. Így nem fair. Hát azért mondom. Ez így nem fair. Ő a kilencedik. Jó, hát most Katy Perry mit mondjon az egész világ? Nem, ott van Lady Gaga, Taylor Swift, Rihanna, ezek az arcok vannak így a top 10-ben. Igen. Kim Kardashian csak 12-dik. Hát. Kitéptem van a hajam. De a NASA jön fel, nézd meg. NASA-nak is nagyon sok követője van, sok, igen. Sok. Bill Gates-nak is. De YouTube-nak milyen sok követője van? Nem is gondolnám amúgy. Én megmondom, miért? Na miért? Hát mindenki ott kurvanyázik a YouTube-nak. Ez is szar! Jaj, tényleg, az is igaz amúgy. Igen. Na mindegy. Lényeg az, hogy a Twitter egy másik platform. Igen. Erre jó, hogy tehát, hogyha mondjuk te nagyon mondjuk egy nagy rajongója vagy valakinek, mondjuk például Barack Obama-nak, vagy Britney Spears-nek, vagy teljesen mindegy, vagy mondjuk egy témának, mondjuk a NASA-nak, vagy a környezetvédelemnek, teljesen mindegy. Ha Twitteren követed őket, akkor a híreket ezekről a témakörökről, illetve ezekről a karakterekről itt kapod meg első kézből. Igen. Mert ha valaki cikket akar írni arról, hogy mi történt Rihannával, azt valószínűleg Rihanna a saját oldalára már kiírta. És onnan írják meg. Én valószínű. Ezért szeretik nagyon a Twittert az emberek ebből a szempontból. Igen. Az elnököknek egyébként azért van ennyi követője, mert ténylegesen itt kommunikálnak a választókkal. A magyar politikusok valamilyen szinten le vannak maradva. Én megmondom őszintén, a mostani választási kampányoknál láttam először, hogy Twitteren ez is egy ilyen nagy késés volt egyébként az ő részükről. Meg ugye most az uniós kardozások miatt végre ugye regisztráltak emberek, mert rájöttek, hogy ugye külföldön ezt csinálják már ezer éve ott is, hogy Twitteren kommunikálnak. Itthon ugye a Facebook ment, és az ugye meglepő módon elég gyorsan, elég széles körben elterjedt a politikai accountok száma a Facebookon, illetve az, hogy a kommunikáció ott zajlik. Igen. Egyébként igen. Facebookon. Én is azt hittem, hogy Twitter lesz, pont az edit miatt, meg igen. Egyéb dolgok miatt. Úgyhogy igen, most eszmélnek. Hát lassan itt megjelennek. De amúgy például Orbán Viktornak is van, de ő csak angolul kommunikál. Igen, de Orbánnak most lett, nem? Neki most lett nemrég, igen. Igen, azt is nagyon sokan szeretik azt az oldalt. Gondolom. És neki volt az első üzenet az, hogy hol van a... Hova Trump? Igen, hol van a kedves? Hogy is fogalmazott, hogy örülök, hogy itt lehetek, csak hiányzik a régi barátom Trump. Nem tudom, valamilyen ízét, aztán ott odaírta, igen. Ízét, berakta a Travoltás mémet. Igen, az mi? Jó, persze nem ő csinálja, hát ezt tudjuk. De vicces volt a Travoltás mémmel, hogy hol van Trump. Igen. Na mindegy. Úgyhogy most már kezdenek, az a lényeg, hogy kezdenek itthon is. Volt akinek volt eddig is Twitterje egyébként? Volt, persze. De azért mondom, én ennél a választási kampánynál láttam először, hogy itt Twitteren aktívan nyomatja, főleg az ellenzék amúgy. Igen. Na majd látjuk. Mondták is, hogy azért nem követik olyan nagyon sokan Viktort, mert van, aki fél követni. Gondolom. Igen, mert hogy ugye, tehát vannak a follow surferök, te hallottál már erről a fajtáról az interneten? Ne, néző ki kit követ. Igen, nekem is meg szokták írni. Egyébként, tehát van olyan, tehát most azt mondjátok, hogy az a gáz, hogy valakinek annyira sok ideje van, szabad ideje, hogy elmegy Rolex boltot befesteni az olaj ellen. Vannak nézők, akik azt csinálják, és ebben van tapasztalatom bőven, hogy végig mennek a profiladon, hogy kiket követsz, és küldenek neked üzenetet, amiben kiröhögnek, hogy ezt meg ezt követed. Bazzi, meg hogy már. Tudtam. Végig nézik, hogy kit követsz, és ezen röhögnek. Komolyan. Tehát van, aki ezt csinálja. Istenem. De ez annyira gáz, nem? Na, Obamának menjél végig, hallod? 576 ezer embert követ. Azt is végignézte valaki. Mindig, de van, aki ezzel foglalkozik itthon, hogy ezt csinálja. Velem, nem tudom, szerintem hetente egyszer csinálják. Egyébként. Meg kiírják a saját oldalukra, hogy milyen gáz, hogy én ezt meg ezt követem. De miért követnéd én azt, akit akarsz? Na mindegy, úgyhogy sokan ezért nem követik például a politikusokat. Én megkövetem az összeset. Igazatok van, a fő kommunikáció Facebook,
itthon. A magyar politikusok, akiknek Twitter accountjuk lett, vagy van, azok általában tényleg, ahogy Jani is mondja, angolul kommunikálnak, és ugye igen, a nemzetközi politikában. Globálra. Hát azok most már végre felkerültek a nagy térképre, mert ugye itt tolják ezt. Igen. Ezt a dolgot. De amúgy, ha igazán 200 IQ vagy, Pisti, akkor úgy csinálod, hogy az mind a két oldalról követsz be. Az nem elég. Ez olyan, mint hogy tudod, hiába mutatod be az Adidas mellett a Nike-t a videódba, akkor is azt hiszik, hogy szponzorált. És azok az emberek, akik tudod, azért követik be például Orbánt, hogy minden nap írjanak neki valami csúnyát, igen, tudod, ők mondják, hogy azért követtem, hogy anyázzak. Na, hát azok, tehát minden ember, aki ezt hallja, az szerint hazudsz. Csak mondom. Csak mondom. Istenem. Csak mondom, hogy ez így nem. Tehát aki követi, az rajongó. Az rajongó. Ez nagyon fontos. Hazudsz, mint a vízfolyás. Én is ezt mondanám. Azért követem csak, hogy írja, hogy a kóroszáj. Úristen. Imádom. Imádom, de mindegy, én nem javaslom ezeknek az accountoknak követését, mert legtöbbször azért vérlázító, uh-huh, mint olyan. Megmondom, nekem teljesen kiesik az érdeklődési körömből így magyar politikusokat követni. Ja, hát. Az az igazság. Sokkal gyorsabban kaptok információt itthon más helyeken, hogyha erre van szükségetek. Uh-huh. Igen. Igen, azért húzogatod a lányok haját, mert tetszik. Igen, persze. Valamelyik neked. Persze. Igen, de most már tudják, ugye a magyar oldalak hírforrásként használja Twittert is, gyakorlatilag nagyon durva, mert a magyar politikusoknak egy nagy részét, gyakorlatilag így, tehát, és az ő akárnyukat szarra hájpolta a Telex. Ennyi. Tehát bármit osztanak meg, azonnal megosztják. Igen, mondjuk Facebookon megosztani a Twittert, az ok. Mondjuk azt gondolom, hogy az öt nagy főbejáró social bűn létezik a Földön. A number one az Facebook linket megosztani Twitteren. Amúgy igen, az elég rossz. Tehát onnan látjátok azt, hogy, hogy van-e, tehát az aljának az alja. Uh-huh. Tehát kiírni azt, hogy gyerekpornót fogyasztasz, egy fokkal lájtosabb egyébként, az is tűzre való, rohadjon meg reggelre, de Facebook linket megosztani Twitteren, tehát onnan így, tehát az kész. Tehát az olyan, hogy tehát az olyan, tudod, hogy így alapfokú internet tudással rendelkezem, ezt így nem tartott fel ezt a táblát. De tudod, így megosztani, és ugye a Facebook nincsen preview-ja. Regisztrálni kell. Meg nincs preview-ja Twitteren. Igen, tehát igen. Ilyen atyaságos úristen, na mindegy, nagyon durva. Atomszopás, ja. Nagyon durva, van, aki ilyeneket is, mivel Jesus Christ. Na mindegy, ez van, ez most csak így eszembe jutott így közben. De a social az már csak ilyen. Spornhub linket a Twitteren? Hát nem tudom, Rémuszka, te érzed, ez mindenkinek a saját dolga. De mondjuk azzal kevésbé van gond. Szerintem a Facebook gázabb. Délutáni kóp nem hangzik rosszul? Miről nem tudok most valami? Nem lesz itt. Lehet, hogy megint olyan duplikáltam. Bazsi, kóp lesz délután? Igen. Kitörlöd? Igen. Nem lesz. Én játszok egyelül. De milyen kóp van beírva amúgy? Hát a Nessájos eventet duplikáltam véletlenül. Bazzik, az nem kóp lesz! Most esik le! Mert most már tudom, miről van szó. A Halloween stream végén tudod, mondom, hogy de király, Nessájjal együtt folytatja Pisti! Nem, de mondtuk is abba a streambe. Most már leesett, baszol! De mondtuk a stream végén, hogy csak beugrott Nessáj kópozni, de én egyedül játszom. Jó, akkor ezt én is benéztem, bocsánat. Azt hittem, hogy ilyen titkos megbeszélés volt, mint a hétvégén, hogy együtt folytatjátok, mert olyan jól éreztétek magatokat. De akkor nem. Nem. Bocsánat. Fake info. Közhiedelmel ellentétben én nem szeretek másokkal játszani. Igen, csak hát ezt annyira mondtátok, hogy a fasza volt együtt. Fasza, kura fasza volt egyébként. Azt hittem, hogy tényleg. Én nyomnám úgy végig kóban ezt szájt, de attól függetlenül, amit mondtam, igaz? Jó, a kóddal is az a legnagyobb bajom egyébként, hogy vannak ott mások is. Hmm. Mióta lehet farmolni, az meg úgy, ahogy most az új kódban lehet, az ott tényleg teljesen felesleges. Nem tudom, tehát nem értem meg, hogy miért van az, hogy ugye ott van több ezer ember, aki azért van ott, hogy elbassza a te szórakozásodat. Olyan tevékenységgel, amit ő nem élvez. Lehet. Van-e fejlemény az Outlast-tel kapcsolatban? Outlast-tel kapcsolatban? Milyen fejlemény? Ja! Szerintem tudom, mire gondoltam úgy. Pisti akkor fogja elkezdeni az Outlast-et, amikor lesz idő rá. Igen, ezt mondtam a stream végén, hogy most igen. Nagyon sűrű a program. Nagyon sűrű a program, és ahogy lesz idő rá, biztos, hogy belekezd, miért ne?
Úgyhogy az ott van. Én örülök neki, hogy ennyire várjátok ezt a dolgot, és hogy élvezitek, és mindenképpen meg fogom csinálni, mert nyilván ez nem maradhat el. De az a kapcsolatban, hogy kérdezitek, hogy mikor lesz, én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy mikor lesz, akkor sem fogjátok nézni. De, hogy nem. Nem. Nézni fogja. Nem, mert majd a Vodot. Ja, Vodot. De hát az meg tök mindegy, mert ugye az úgyis kint lesz, az bármikor meg lehet nézni. Úgyhogy benne lesz majd a menetrendben, amikor ennyit tudok mondani ezzel kapcsolatban. Ez biztos, persze. Mert a live-ban az nem, szerintem az ugyanúgy nem lesz egy ilyen nagy valami, de ezzel nincsen gond. Az a lényeg, hogy pörögjön. Egy hét és God of War, így van. Kerüljétek a spoilereket, srácok, illetve holnap kerülnek ki a review-k. A hivatalos review-k a Ragnarokról, ha nem akartok hallani semmit, akkor csukjátok be a fületeket, szemeteket, én így fogok tenni. Így van. Be kell csukni a szemünket. Muszáj, mert ezt nagyon nem szeretném, hogyha ez így áramlana. És akkor a God of War meg itt ebben ilyen fullba fogod nyomni a kretén? Hát igen, még nem, tehát nem oszthatunk meg semmilyen információt a körülményeiről. Többek közt, tehát én nagyon szívesen megosztanék veletek, de nem tudjuk mi sem fixen. De Balázsral már beszéltük, hogy igen, ez ilyen elég fullba nyomás, fullba benyomás lesz. Jó lesz az. Telébe nyomás lesz. Jó lesz az, úgy kell. All day streamek várhatók. Igen. Twitteren tiltsátok le a kifejezéseket, és ott tájékozódjatok, és akkor nem lesz gond. Én azt csináltam. Ja, mert tudsz ilyen szűrőt beállítani? Aha. Hát a Twitteren hát az a király, hogy ugye mint, tehát a Twitteren tudsz spoiler szűrőzni, mert beállítod a kifejezéseket, amiket nem akarsz látni, és akkor nem látod őket. És akkor, aha. Akkor se, ha a szöveg tartalmazza. Nem kell hashtag. Tök jó. Tök jó. Tök jó. Ja, igen, láttátok a John Travolta a Ben Stiller-es kett csinálót? Ez elég jó volt. Várjátok, John Travolta, Ben Stiller, meg LeBron James. Ők vannak a God of War reklámban. Ó. Tök menő. Az menő. Tetszett nekem. Fent van YouTube-on. LeBron, igen. Vicces egyébként. Nekem is tetszett. Na, azt is megosztotta mindenki, aki nem tudja, mi az a God of War, de semmi baj, legalább pörög. Így van. Még népszerűbb. Ja, igen, és mindenkinek tényleg a gyereke van benne, igen. Én még a Izibe is láttam most. A hétvégén az RTL, nem RTL Klub, bocsánat, most már csak RTL, az RTL reklámba volt. God of War. Uh-huh. Úgy nyomatják, baszki. Fullba nyomják a kretént. Mindenhol ez megy. Na, kíváncsi leszek. Srácok, a menetrendet csak óvatosan kövessétek, ugyan a nagy főcímeket kell figyelni. Bármi megtörtént. Leírásokban lehetnek gondok. De igyekszem. Pénteken lyuk van még hagyva. Valószínűleg még egyszer nekiveselkedek az első govnak, de nem biztos, hogy az... Na mindegy. A péntek az érdekes lesz. Muszáj beszorítani, mert ez nagyon csúnya lenne, hogyha ez így most nem jönne össze. Uh-huh. Jó? De amúgy csak bátran. Kövessétek. Holnap délután lehet, hogy lesz kód. Reméljük, hogy időben el tudjuk kezdeni. Szerintem lesz, csak nem tudjuk, hogy időben el tudjuk-e kezdeni. Ez majd kiderül. Igen. Mindenképpen lesz. Az a része igaz, hogy holnap nem lesz. Há, és az is, hogy áramszünet miatt. Így van, áramszünet lesz, de ez be van tervezve, úgyhogy ne felejtsük el ma este kikapcsolni a gépeket. Igen. Az nem lenne jó, hogy hirtelen itt. Az nem jó sose. Igen. Délután Gotham Knights egyedül, szerintem tök jó lesz, én már alig várom. Így igaz. Legyetek jók, szevasztok!